demokratikus alapelvek tiszteletbe tartása, az illegális migráció, a pénzmosás, a drogkereskedelem, a szervezett bűnözés és a korrupció elleni küzdelem. Tisztelt képviselőtársaim! Az Európai Unió déli szomszédság politikájában fordulatot jelentett az 1995-ben elindult barcelonai folyamat, amely az Európai Uniónak a földközi-tengeri országokkal való együttműködését irányozta elő. E folyamat előrevitelében fontos szerep hárul az Euró-Mediterrán parlamenti közgyűlésre, amelynek 2004 óta Magyarország is tagja, amely az Európai Parlament, az EU tagállamok és az érintett partnerországok parlamentjeinek képviselői számára biztosítja a rendszeres konzultációt. Tisztelt képviselőtársai, megjegyzem, hogy ez az egyetlen parlamenti testület, amelyben az arab és izraeli képviselők együtt foglalnak helyet, és egymással esetlegesen párbeszédet folytatnak. Ezt a lehetőséget is meg kell becsülni. Az Európai Ügyek Bizottsága ülésén képviselői kérdésre válaszolva a Külügyminisztérium helyettes államtitkára az Európai Unió szomszédságpolitikájának keretébe illesztette a megállapodást. Hangsúlyozta, hogy az izraeli társulási megállapodás megkötése óta eltelt időszakban a déli mellett a keleti szomszédságpolitika jelentősége is megnőtt. Az úgynevezett keleti partnerség elmélyítésében, a második csúcstalálkozó megszervezésében a közelgő Magyar-Európai Unió elnökségének is fontos szerepe lesz. Az ülésen elhangzott továbbá, hogy a társulási megállapodás nyomon követését a politikai párbeszéd különböző fórumai segíthetik, mint a csúcstalálkozók, a külügyminiszteri szintű évenkénti találkozók, valamint az Európai Parlament és a Knesset közötti együttműködés. Tisztelt elnök úr! Az Európai Ügyek Bizottsága a TÉPER 1473-as számú törvényjavaslatot 3 ellenszavazat mellett támogatta, általános vitára alkalmasnak találta. A bizottságunk ülésén megfogalmazott kisebbségi véleményt a Jobbik frakciója vezérszónoka fogja majd ismertetni. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen, képviselő úr! Tisztelt Országgyűlés, most az írásban előre jelentkezett képviselőknek, három képviselőtársunknak adom meg a szót 15-15 perces időkeretben. Elsőként Kőszegi Zoltán, képviselő úrnak, Fidesz. Rövid leszünk, gyerekek. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim! Az Izrael állam és az Európai Unió között létrejött együttműködési megállapodás korán sem új keletű, légből kapott dolog. Részben az Európai Unió belső fejlődésének, részben a regionális, részben a globális folyamatoknak a hatására. Az Unió már 1995-ben kezdeményezte az együttműködést az EU tagállamok és a földközi tenger déli és keleti partvidékének országai között. Elsősorban a két térség biztonságát, illetve a mediterrán régió gazdasági fejlődését igyekezett szem előtt tartani. Az Euró-Mediterrán partnerség kezdete az 1995-ben Barcelonában elindított folyamat, amely az Unió és a 12 érintett mediterrán ország, Algéria, Ciprus, Egyiptom, Izrael, Jordánia, Libanon, Marokkó, Málta, Palesztin Nemzeti Hatóság, Szíria, Törökország és Tunézia, valamint megfigyelőként Líbia kapcsolatainak a keretéről szól, illetve ezt szolgálja. Ciprus és Málta 2004 április óta már az Unió tagjaként vesz részt a programban. Jelen folyamat tehát a térség 13 országát érinti, nem csak Izraelét. A barcelonai folyamat kiemelkedő jelentőségét mutatja, hogy ebben a keretben lehetőség nyílik az izraeli és az arab felek egy tárgyalóasztalhoz történő leültetéséhez. Ez egy olyan jelentős kérdés, vagy téma, amit nem kerülhetünk meg. Úgy gondolom, hogy az arab országok, illetve az arab népek és Izrael, valamint Európa együttműködése létfontosságú kérdés. Mondhatom azt is, hogy geopolitikai fontosságú kérdés, ezért nem kerülhetjük meg ezt a tényt.
A javaslat az Európai Mediterrán Partnerségen belül az Izraellel kötött megállapodást hirdeti ki Magyarországon. Ez nemzetközi jogi kötelezettség, mely a csatlakozási szerződés miatt hárul hazánkra. A szerződés célja, hogy az EU és Izrael állam között kapcsolatok erősítése politikai és gazdasági téren megtörténjen. Ezek közül szeretném kiemelni, hogy a gazdasági kapcsolatok mellett szerintem a legfontosabb a politikai kapcsolatoknak a megszilárdítása. Nekünk Európai Uniós tagállamként kötelességünk, hogy részben az arab országok és Izrael megbékélését szolgálni tudjuk, valamint keresztény magyar állam parlamenti képviselőiként kötelességünk azt, hogy a történelmi zsidó igazság és a történelmi keresztény szeretet együttesen tudjon érvényesülni a világ békéjének megteremtésében. Ahhoz, hogy erről ne csak beszéljünk, ahhoz, hogy ezt ne csak felszólalásokban próbáljuk megteremteni, ahhoz szükség van intézményes keretekre is. Az intézményesített keretek egyik formája ez, amely szolgálhatja az előbb említett térség és az Európai Uniónak az együttműködését, és valóban a hatékony kifejtését annak a törekvésnek, hogy a mediterrán térségben és az Európai Unió tagállamain belül egy szilárd és tartós béke alakuljon ki. Ezért kérem, hogy támogassák a törvényjavaslatot. Köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönöm szépen, képviselő úr. Következő hozzászóló Balczó Zoltán, képviselő úr, Jobbik. Elnök úr, köszönöm a szót. Tisztelt országgyűlés! Az Európai Unióhoz való csatlakozásunk során annak idején nagyon sok információt kaptunk, többségében csábítót és félrevezetőt. Arról nem tájékoztatták a lakosságot, hogy például a csatlakozás azt is jelenti, hogy ránk nézve kötelezővé válnak az európai közösségnek és tagországainak olyan nemzetközi szerződései, amelyet harmadik országa előzetesen megkötöttek, méghozzá úgy válnak kötelezővé, hogy egy jegyzőkönyveket a 10 új tagországnak alá sem kell írni. Az Izraellel kötött társulási szerződés többszörös módosítás után végül most ide kerül a parlament elé. És természetesen, igen, vannak nemzetközi vállalt szerződések, ugyanakkor itt egy parlamenti képviselő, amikor az a lehetősége, hogy döntsön, akkor természetesen az ő döntési joga az igen, nem vagy tartózkozás gombnak a megnyomása. Önmagában az a tény, hogy a tagállamok ezt külön-külön fogadják el, jelzik, hogy nem az Európai Unió központi testületei és egy harmadik ország között áll csak fönn ez az elfogadás, hanem minden tagország a maga adott esetben sajátos érdekeit is érvényesítheti. E szerződés világos fő célja, deklaráltan is, Izrael gazdaságának az európai gazdaságba való további integrációja és a letelepedés teljes liberalizációja. Milyen lehetőséget biztosít ez a szerződés Magyarországon az izraeli befektetőknek? Csak egy rövid felsorolás. Az áruk, személyek, szolgáltatások és tőke szabad áramlását. A vámok és velük azonos hatású díjak tiltását. A behozatalra vonatkozó mennyiségi korlátozás tiltását, a vállalkozások letelepedésének teljes szabadságát, a befektetések és azokból származó minden nyereségnek a külföldre utalási lehetőségét, közbeszerzési piacaink megnyitását, a közüzemeket is beleértve. Szinte már hallom a méltatlankodó kiigazítást, de hát ez egy kiegyensúlyozott szerződés, hát ugyanez kölcsönösen fönnáll. Igen, formálisan így van, de a két ország szerepe eltérő. Tisztelt képviselőtársaim, magyar befektetők akarnak kaszinóvárost építeni a Genezáreti tó partján és szerte Izraelben? Mi építünk kibucokat magyar állampolgároknak, ott golfpályának álcázva? Az ingatlan fejlesztések terén Izraelben a magyar tulajdonú cégek dominálnak? És folytathatnám a sort, mert a fordítottja azonban tény, az izraeli vállalkozások egyre növekvő magyarországi térnyerése. De hát azt is gondoljuk végig,
milyen eszközöket használnak egy gazdasági térnyerés érdekében. A jól ismert példák, szegény Sukoró, ez a szép verencei tavi parti település. Ma már olyan helyzetbe került szinte, mint Panama, mert Panamáról sem az ország jut eszünkbe, hanem mindez, ami ahhoz kapcsolódik, és Sukoróhoz is ez a családmódon történő ingatlan kezdeményezés, ami ma már eljutott az izraeli befektető tekintetében a közokirat hamisításnak a vádjáig is. És sorolhatom tovább az ászlós hajókat, Klub Aliga, Óbudai Álomsziget, mindenütt megkezdődtek a nyomozások. Vagyis ez a gazdasági térnyerés, ez a törvényeknek a megkerülésével zajlik. És ennek a gazdasági térnyerésnek megvannak a maga egyértelmű stratégiai céljai. Simon Peres izraeli államelnöknek is megvolt a maga összödi igazságbeszéde. Ő ezt 2007. október 10-én mondta el Tel Avivban a Kereskedelmi Irodák Szervezetének éves közgyűlésén, érdemes pontosan idézni. Manapság gyarmatok létesítése és hadsereg bevetése nélkül is lehet birodalmakat alapítani. Nézzék meg, mekkora birodalmat épített ki magának rendőrség és katonaság nélkül Bill Gates, és azt is láthatják, hogy micsoda ereje van. A kormányok ezzel szemben nem képesek realizálni az erejüket, van költségvetésük, de nincs pénzük. A kormányok tehát képtelenek az eredményes működésre, a cégeket nem kötik gúzsba korlátozások. Izraeli üzletemberek befektetnek az egész világon. Izraelnek precedens nélküli gazdasági sikerei vannak, mostanra kivívtuk gazdasági függetlenséget, fölvásároljuk Manhattant, Lengyelországot és Magyarországot, mondta Simon Peres, izraeli államelnök. Úgyhogy tisztelt képviselőtársaim, ennek a gazdasági kapcsolatoknak, ennek az integrációnak, ezt a teljes liberalizálását nekünk ennek a szándéknak a tükrében kell vizsgálnunk. A megállapodásnak rögtön az elején a második cikkeiben szerepel egyetlen mondat, de annál lényegesebb. A felek közötti kapcsolatok, valamint a megállapodás minden rendelkezése az emberi jogok és demokratikus alapelvek tiszteletben tartásán alapul, amelyek a felek bel- és külpolitikáját irányítják, a megállapodás alapvető elemét jelentik. Mindenki tisztában van vele, hogy Izrael állam a jogon kívülnek tekinti magát, és soha egyetlen jelentős általa hátrányosnak ítélt ENSZ határozatot nem tartott be. A nemzetközi jog és a nemzetek közösségének döntése ellenében folytatják a palesztin területek megszállását. Akik kimondták, hogy az izraeli hadsereg valóságos népirtást folytatott a gázai övezetben és háborús bűncselekményt követett el, azokat azonnal az antiszemitizmus bélyegével illették. Az ENSZ Emberi Jogi Bizottságának az úgynevezett Goldstone jelentése alátámasztotta egy bűncselekmények elkövetését. Richard Goldstone, a tényfeltáró bizottság vezetője kijelentette, idézem, mint zsidó, természetesen rokon szenvezem Izraellel, és hatalmas csalódást jelentett számomra, hogy a zsidó állam hadserege elkövette ezeket a cselekményeket. A jelentés természetesen éles bírálatokat váltott Izrael részéről, visszautasította, részrehajlónak minősítette, elfogultnak a bizottságot, és persze végig akadályozta a bizottság munkáját, és a tagjait be sem engedte az állam területére. Egy másik példa a közelmúltból. Gázai övezetbe tartó török segélyhajón ENSZ jelentés szerint az izraeli katonák nem önvédelemből lőttek, hanem szabályosan kivégeztek 6 utast. A jelentés ismertető Ban Ki-moon ENSZ főtitkár azzal vádolta meg Izraelt, hogy hazudott a támadásokról. És még egy. Nagyon sok példát mondhatnék, de egy más területről egy adalék. Egy jelentés az emberi jogoknak egy másik területéről. Izrael megsértette a bebörtönzött palesztinok emberi jogait. A jelentés 121 palesztin fogoly vallomása alapján izraeli emberi jogvédő szervezetek állították össze. A dokumentumban arról számoltak, hogy megkérdezettek fogvatartásának körülményei kegyetlenek, embertelenek, megalázóak és ki